Köszöntök akkor mindenkit. Ahogyan elhangzott a felvezetőben, az űrmérnök képzésről szeretnék beszélni, és úgy gondolom, ez az előadás nagyon jól csatlakozik az űrkutatás napjának a többi előadásához, amiről az előbbiekben szó volt. Ha megnézzük, hogy mi volt 2016-ban a helyzet, a hazai űrkorszakot tekintve, amit ugye 1946-tól kezdve is szoktunk számolni a Bajs Zoltán féle holdradalt kísérlettől, akkor azt láthatjuk, hogy akkoriban számos műszer már járt a világűrben, mert számos magyar közreműködés műszer, számos kísérlet, több ezer egyetemi hallgató vett részt űrrel kapcsolatos tanórákon, de még nincsen olyan szak, ami az űrmérnök képzésre koncentrálna, vagyis arra, hogy hogyan lehet mérnököket kiképezni arra, hogy űreszközöknek a készítésével, fejlesztésével kapcsolatban szerezzenek jártasságot. Ezt felismerte a MANT, és ezért is öröm számomra, hogy itt az űrkutatás napján beszélhetek erről, ugyanis 5 évvel ezelőtt az akkori űrkutatás napján, 2016. októberében szerveztünk egy kerekasztal beszélgetést, akkor is volt kerekasztal beszélgetés már az űrkutatás napján, ami az űr felsőoktatásnak a kérdését járta körül. Egészen pontosan arról volt szó ezen a kerekasztal beszélgetésen, hogy szükség van-e Magyarországon űrmérnök képzésre, és itt a panelbeszélgetésnek a részvevői egyetértettek abban, hogy ez egy fontos dolog. A következő ilyen lépés, ami a hazai űrmérnök szaknak a megszületéséhez vezetett, az egy 2018-as konferencia volt, amit a Műegyetem, illetve a MANT közösen rendezett. Ez az ESA-nak a második felsőoktatási konferenciája volt. Én láttam a mostani Facebook közvetítést, többen ott vannak a teremben, most is fizikailag jelen, akik részt vettek ezen a konferencián, meg akik az előző fényképen rajta voltak, és ezen különböző előadásokat hallottunk, hogy milyen az űrmérnök képzés szerte Európában. És jelennek az évnek a nyarán a MANT szervezett egy nyári űrakadémiát, aminek a témája az az űr felsőoktatás volt, és ennek az űrakadémiának volt az egyik ajánlása, hogy érdemes lenne Magyarországon létrehozni űrmérnök képzést. Még megszületett itt kettő másik ajánlás, de mi, mint Műegyetem, az űrmérnök képzési gondolatot tudtuk felkarolni, és a BME és a MANT által közösen szervezett HSPACE konferencián 2020 februárjának a végén tudtuk hivatalosan is bejelenteni, hogy hamarosan el fog indulni majd egy űrmérnök mesterképzés. Maga a folyamat az egy viszonylag hosszú folyamat. Az első draftot még 2019 tavaszán fogalmaztuk meg, különböző inputokat gyűjtöttünk össze itt a Műegyetemen, Csúrjai Horváth Rászló kollégámmal, a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszékről, aki a Műegyetemi Űrmérnök Szakbizottságnak az elnöke, és még nagyon sok más kollégával különböző tanszékekről és karokról, illetve ezt követően gyűjtöttünk inputokat, különböző véleményeket a hazai űrkutatással foglalkozó szervezetektől, illetve űripari cégeket tömörítő klaszterektől. Végül elkészült az űrmérnök szaknak a nemzetképzési és kimeneti követelménye, ami a tavalyi év végére, decemberben jóváhagyásra került. Ezt követően pedig a Műegyetem elindította az űrmérnök szaknak a szakindítási folyamatát. Úgyhogy jelen pillanatban az a helyzet Magyarországon, hogy az űrmérnök mesterszak, ami 2016-ban még nem létezett, az már létre jött. A BME elindította a kapcsolódó szakindítási eljárást, és hát a Miskolci Egyetemről is jelezték kollégák, hogy ők is érdeklődnek a szak iránt. És mivel ez a hazai űrmérnök mesterszak, ez megalapításra került Magyarországon, innentől kezdve bármelyik hazai felsőoktatási egyetem dönthet úgy, hogy ezt a szakot, amennyiben rendelkezik a megfelelő kompetenciával, akkor elindítja. De vannak még más űrrel kapcsolatos képzések Magyarországon. Jelen pillanatban is az ERTE-n van egy űrkutató szakirány a geofizikus mesterképzésen, van a Külgazdaság és Külügyminisztérium által felkarolt űrképesítés kezdeményezés, amiben szintén nagyon sok felsőoktatási intézmény részt vesz, de mi, mint Műegyetem, az űrmérnök szak létrehozására koncentráltunk és koncentrálunk. Hogyha erre kellene egy angol definíciót adni, akkor ebből az angol definícióból a multidisziplinaritást emelném ki, vagyis nem arról van szó, hogy szükségünk van informatikusokra vagy villamosmérnökökre,
vagy gépészmérnökökre, hanem olyanokra, akik átlátják azt, hogy mit jelent az űrkörnyezetben tevékenykedni, mit jelent azt, hogy egy űrmissziónak a hossza az nagyon sokáig tart. Ugye Bandi bácsi, Svint András is beszélt itt a smoggal kapcsolatos fejlesztési kihívásokról, de hát ez elhangzott itt szintén akár Milenkovics Dorottya előadásában, akár a korábbi előadásokban. Úgyhogy ha valaki rákeres a neten arra, hogy mi a Space Engineers, és esetleg egy játékprogrammal találkozna, nem ez az űrmérnök képzés, amit mi létrehoztunk, hanem az a célunk, hogy a képzést elvégzett mérnökök releváns tudással rendelkezzenek az űrkörnyezet sajátosságairól, arról, hogy milyenek is a világűrbe juttatandó és az ott üzemelő berendezések, ezeknek mi a felépítése, hogyan lehet ezeket létrehozni. És mivel azért a hazai űrszektor az szépen és dinamikusan fejlődik, egyre több és több cég és szervezet került be a MANT által gondozott űrkörkép kiadványba, így úgy gondoljuk, hogy a mesterképzésen végzettek, azok nagyon könnyedén el tudnak majd helyezkedni az űrszektorba. Kik jelentkezhetnek egy űrmérnök mesterképzésre? Mindenki, akinek az alapdiplomája az műszaki, informatikai vagy természettudományi területen született meg. Itt lehet látni pár példát, de ezek csak példák. Hát bármilyen természettudományi vagy műszaki képzésről érkező hallgató az jelentkezhet a képzésre. Ha valakinek mechatronika BSC és villamosmérnök BSC végzettsége van, akkor ő mindenféle számolgatás nélkül be tud lépni erre a képzésre, hogyha valaki más alap végzettséggel rendelkezik, akkor ott különböző dolgokat meg kell nézni, és amit itt lehet látni, ez nem csak a műegyetemi felvételi eljárásra igaz, hanem bármelyik hazai eljárásra, tehát bármelyik felsőoktatási intézményre, aki az űrmérnök mesterszakot szeretné elindítani. Meg kell nézni azt, hogy megfelelő mennyiségű ismerettel rendelkezik-e az itt a VL látható blokkokból a műszaki és mérnöki alapismeretek, szakmai alapismeretek, és így tovább. És hát a műegyetemen belül a gesztor kara ennek a képzésnek, az a villamosmérnöki és informatikai kar, de ez úgy gondolom, hogy itt akár a C3S-hez kapcsolódó prezentációk után, amelyet műegyetemi hallgatók alapítottak, mint cég, akár Svint Andrásnak a smoggal kapcsolatos prezentáció után nem kell hangsúlyoznom, hogy miért pont a BMW-ig karolta fel ennek a képzésnek a létrehozását. És hát a mi sarokszámaink azok a 4, 26, 1 és 4-es számunkból építkeznek, mert ez egy 4,5 éves képzés lesz, a műegyetemi képzés, ami 26 tantárgyból épül fel. Egy főmodul mentén tanulnak a hallgatók, ami űrrendszerek fejlesztésére, műegyetemi örökségre koncentrál, és 4 hetes szakmai gyakorlaton kell majd részt venniük a hallgatóknak. És hogy így felvillancsak pár tárgyat a magának képzésnek a tantervéből, vannak olyan ismeretek, amik a természettudományos világra koncentrálnak, anyagtudomány, űrkörnyezet, fizika, űrmérnököknek. Vannak olyan tárgyak, amelyek arra koncentrálnak, hogy viszonylag komplex környezettel kell dolgozni, és eléggé komplex projekteket kell koordinálni. Tekint ennek a keretében kitekintésünk lesz a hazai űrtevékenységnek, meg az űrtevékenységnek a hazai és nemzetközi környezetére is. A szakmai törzsanyag az pedig lefed mindent, amivel a különböző európai és Európán kívüli egyetemek, akik űrmérnök szakot gondoznak, szintén az űrmérnökség alapismereteinek értenek, űrkommunikáció, űrnavigáció, űrrendszerek tervezése. És hát vannak olyan tárgyaink, amelyek az űreszközök fejlesztésére fókuszálnak. Például van olyan tárgyunk, ami a kisműholdaknak a fejlesztésére fókuszál. És tekintettel arra, hogy úgy gondoljuk, hogy nagyon különböző területről érkeznek majd a műegyetemi képzésre hallgatók, ezért kötelezően választható tájblokk keretében arra biztosítunk számukra lehetőséget, hogy az érdeklődési körüknek megfelelően 2 tantárgy erejéig egy kis kitekintést tudjanak kapni, akár a földmegfigyelő műholdas távérzékeléssel kapcsolatban, akár különböző rakétahajtóműveket tekintve. Maga a műegyetemi űrmérnök képzés az most ott tart jelen pillanatban, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság előtt van a képzésünknek a szakindítási anyaga, mihelyt megérkezik tőlük a jóváhagyás, onnétól kezdve hivatalosan is el tudjuk helyezni a szakkal kapcsolatos tájékoztatót a vik.bm.hu oldalon, és onnétól kezdve tudjuk fogadni majd a jelentkezéseket a
a képzésre, de hát itt a Mantártal szervezett űrkutatás napján, amit szeretnék kiemelni az űrmérnök képzéssel kapcsolatban, az leginkább az, hogy arról, hogy szükség van űrmérnök képzésre, már nagyon régóta beszélgettünk különböző csoportokba, és hát nagyon hálásak vagyunk a Mantának, hogy segítette, triggerelte ezt a folyamatot, azáltal, hogy különböző workshopokat szervezett, akár a 2016-os kerekasztal beszélgetés, akár a 2018-as nyári űrakadémia rendezvény. Hát mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy a kritikus tömeget, kritikus nyomást elérve végül elinduljon az űrmérnök képzésnek a létrehozása. És hát biztatok minden kollégát, aki felsőoktatási intézményben oktat, hogyha az ő intézményük rendelkezik a megfelelő kompetenciával, akkor ők is vágjanak bele az űrmérnök képzésnek az akkreditációjában, mert úgy tűnik, hogy van érdeklődés a szakiránt. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani, és hát azért vagyok virtuálisan jelen a mai rendezvényen, mert félámból már Dubájban járok, az egyik fontos nemzetközi projekthez kapcsolódóan, de erről majd még szó lesz.